Ismét összeült Tolnaváros képviselőtestülete, a település vezetése több a lakosságot érintő napirendi pontot is megtárgyalt. Kettő számomra, és remélem a lakosság számára is nagyon örömteli dologról döntött a képviselőtestület. Az egyik az az, hogy továbbra is meg fog jelenni a Tolnai Hírlap, és a régi jól megszokott tartalommal és formával. Az eddiginél egy picit vastagabb papírra igyekszünk egy kicsit nagyobb betűmérettel kiadni a lapot, de magán a tartalmon nem szándékozunk változtatni. Tehát mindazok, akik eddig írtak érdekes dolgokat a Tolnai Hírlapba, ezután is megtehetik. Színesben fog megjelenni a Tolnai Hírlap. Tehát én azt gondolom, hogy a 21. században nagyon fontos az, hogy mindenféle módon tájékoztassuk lehetőség szerint az itt élőket. Nem csak arról, ami az önkormányzatnál történik, hanem ami egyébként a városban történik. Úgyhogy az egyik mód az ez lesz, hogy marad a Tolnai Hírlap. A másik pedig, hogy marad a Telen a magazin. Szerződést kötöttünk, vagy szerződést fogunk kötni a napokban, és a jól bevált rendszer szerint heti rendszerességgel fog megjelenni ez a magazin. Én kértem főszerkesztő urat, hogy egy kicsit dugjuk össze a fejünket, hogy milyen módon tudnánk akár még magazinszerűbbé, még érdekesebbé tenni majd ezt a műsort. Nekem magamnak is vannak több ötleteim, képviselőtársamat is szeretném ebbe bevonni, esetleg intézményvezetőket, helyi civil vezetőket, hogy mi az a dolog, ami számukra fontos a városban, és még egyszer mondom, ugyanúgy, ahogy a hírlapnál nem feltétlenül az önkormányzatnál zajló dolgokat szeretnénk ebbe beletenni, hanem egy tényleg nagyon színes, érdekes magazinműsort szeretnénk összeállítani. Úgyhogy a terv ez, és remélem hamarosan le tudunk ülni, és megállapodunk a részletekben is. Ezen túl a képviselőtestület döntött arról is, hogy továbbra is lesz ösztöndíj pályázata a felsőoktatásban tanuló helyi fiataloknak. 2 millió forintot határoztunk meg szemeszterenként, tehát erre pályázhatnak a jó teljesítményt nyel bíró diákok. Annyi féket tettünk most ebbe bele, hogy egy diák maximum 200 ezer forintot kaphat egy szemeszterre, hiszen hogyha csak 3-an jelentkeznek, akkor a 2 millió forintot értelemszerűen, hogyha el akarnák költeni a bizottság vagy a képviselőtestület, akkor ennél egy jelentősen magas összegebb lenne. De azt gondolom, hogy a 200 ezer forinti szemeszterenként az egy szép összeg, tehát továbbra is szándékunkban áll az, hogy az itt élőket ilyen módon segítsük. Emellett a Tolnai Kulturális Központ és Könyvtárba, illetve a hamarosan induló városi bölcsödébe igazgató pozícióba hirdet állást az önkormányzat. Az elmúlt testületi üléseken, a januári rendkívülön és a januári rendesen is egy-egy igazgatói megbízás pályázatára lehet beadni. Tehát arról döntöttünk, hogy az egyik intézményünknél, a Tolnai Kulturális Központnál és Könyvtárnál lejár az igazgató mandátuma, egyébként nyugdíjba is megy, és oda hirdettünk meg egy álláshelyet. Várjuk a jelentkezőket, és sajnos az újonnan nyíló bölcsöde igazgatói pályázata nem volt sikeres, tehát az egyetlen jelentkező, aki megfelelt a jogszabályi feltételeknek, itt azért nagyon szigorú jogszabályi feltételek vannak, egyetlen egy volt, és ő visszalépett. Tehát én nagyon bízom abban, hogy lesz jelentkező, lesz olyan jelentkező, aki jó szakmai programmal és az iskolai végzettségeit igazolva benyújtja a pályázatát, és tudunk dönteni február végén arról, hogy kinevezünk valakit, mert csak akkor tud elindulni április elején a bölcsöde Tolnán, és mindannyiunknak az a közös célja, hogy ha már ez a gyönyörű épület felépült, és most már az eszközök is folyamatosan érkeznek, tehát a berendezési tárgyak is most már folyamatosan jönnek, akkor a humán erőforrás ne legyen akadálya annak, hogy megnyíljon a bölcsöde, és akkor tényleg vágjuk a piciket.